eljöttünk egy szurdokba, itt vagyunk a Pilisben, és annyira durva, hogy ugye Budapesten születtem, nőttem fel, és ezen a helyen sosem voltam. Úgy gondolom, hogy ez tényleg az egyik legjobb hely, hogy teszteljem a kamerát, meg ugye a 24-72-8-at. Milyen az elkenés? Itt fut el Siri, látjátok? Ott futott el. Pont jók a fényviszonyok, mert ugye annyira nincsen világos így nappal se, hogy gondom legyen abból, hogy kiégne a kép remélhetőleg. Gyönyörűek ezek az őszi színek, úgyhogy most sétáljunk és jöjjenek bírólok. A Sony-s vlog, és szerintem ez a király setup. Sony A7 Mark III, 24-72-8 GM, és hát az egyik legjobb hely, ahol ezt letesztelhetem, szerintem egy erdő, mert annyi minden van, gyönyörű színek, itt van az ősz. Tökre jó az egész setup, mielőtt belekezdünk, megmutatom, hogy amúgy most ugye le van rakva, itt berakok nektek egy képet, hogy vettem így fel magam, és amúgy itt van a kamera, vagy a telefonom, nézzétek meg. Épp leesett. Remélem most gyorsan működik a fókusz vissza. Gyönyörű színek, izgalom, itt van Siri. Elmondok mindent, amit gondolok erről, és persze a ti véleményetek is érdekel, úgyhogy ha most találkozunk először, nagyon sokat jelentene, hogyha tetszik a videó, akkor lájkoljátok és fel is iratkoztok, de mostán kezdjük el. Gyere, 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 szevasz! A Dera szurdokban vagyunk a Pilisben. Budapestről, nem tudom, 20 kilométerre van, és fantasztikus. Ugye nemrég voltam Bledben, amúgy arról is csináltam vlogot, ha nem láttátok, nézzétek meg, és akkor így keresgettem, hogy milyen jó kis őszi kirándulások vannak Budapest környékén, és ezt megtaláltam, ilyen tök jó ilyen kis hidakkal lehet menni, van patakos rész, akkor tudtam, hogy ki kell jönni, és annyira tetszett, hogy tegnap is voltam, meg ma is kijöttem ide, hogy vlogoljak. Hogyha nem voltatok itt, akkor gyertek ide. Dera, szurdok a Pilisben. De azért a kameráról is beszéljünk egy kicsit. Olyan meleg van, november közepe van, vagy már el is múlt november közepe. Na jó. Ha még annyira nem ismernénk egymást, összefognom gyorsan. Nagyjából két és fél éve vlogolok, pont nemrég lett meg a 100. magyar heti vlogom. Kezdtem egy kis Canon kamerával, utána másfélre váltottam a GH5-re, és én mindig akkor váltok technológiát, hogyha érzem azt, hogy az, amit én kiszeretném fejezni magamat, ami az én kreatív alkotásomhoz szükséges, ott valamilyen gátat érzek, és éreztem a GH5-nél, például látjátok, hogy mennyire brutálisan keni el ez a szerkezet, ez a konstrukció, amit használok a hátteret, és egyszerűen ezt én akartam, egyszerűen kellett, és tudjátok, ez olyan, hogy először megszületik a vágy, és aztán amikor kipróbáljátok, tudjátok, hogy igen, ez az. És ugye először az előző két vlogot, ha nem láttátok, nézzétek meg, a 16-35-ös objektíveket teszteltem, és nekem az túl nagy, már ilyen GoPro hatású is volt, és nagyon fontos nekem az, hogy rá tudjak zoomolni magamra. Most is amúgy szerintem egy olyan másfél-két méterre van a kamera, de a 24-70-nek köszönhetően rá is tudok zoomolni magamra, fotós dolgokra is tudok zoomolni, viszont amikor meg selfie módba fogom, és úgy szeretnék vlogolni, a 24 az egy teljesen jó kivágás, és sokkal jobb a mosása, mint például 16-on, vagy 20-on, akkor is, hogyha a 2.8-as GM-ről van szó. Itt meg ugye megvan a 70-es range, plusz az A7 Mark III-nak köszönhetően ott van a Super 35, tehát hogyha kroppolom a szenzort ASPC-re, akkor számoljuk ki, 70-nek a fele 35, tehát egy 105 mm-t kaphatok, és még beszélhetnénk a Clear Image szenzorról, ami egy mesterséges intelligenciával párosított, digitális, de mégsem digitális zoomnak tartott dolog, ami még más felett tud rávinni, tehát igazából 150 millig el tudnék menni ezzel az obival, úgyhogy van egy nagyon-nagyon tág hatása is, úgyhogy ez a befutó.
és jön egy utazásom, szerintem ezután a vlog után az az utazás fog először kijönni, ami egy olyan ország, ahova nagyon rég el akartam menni, de még sosem jutottam el, és oda tudtam, hogy ilyen szettel szeretnék menni, és hogy nem csak a kamerám, hanem még valamit váltok, de azt nem fogom most elmondani, de ha Instán átmentek és ott bekövettek, ott már láthattok pár éppen aktuális élményképet róla. Úgyhogy nagyjából ez a sztori, és mondjátok meg ti, hogy mennyire jó ez a képminőség, mennyire kell, hogy egy sima, egyszerű kis csatornának a YouTube vlogján ilyen szintű felvételek legyenek mind a hangban, mind a képminőségben, az elmosással, a részletgazdagsággal, az élességgel. Ez a lencse az egyik legélesebb zoom lencs ebben a 24-70-es tartományban, nem csak Sonynál, hanem mindenhol is. Hogyha rákerestek YouTube-on az összehasonlításokra, Canonnal, Nikonnal, Panasonickal, tényleg úgy néz ki, hogy ez most a legjobb konstrukció. És akkor menjünk el egy következő helyre, ahol el fogom mondani, hogy mi volt az egyedüli kettő visszatartó tényező, amiért nem egyből azt mondtam erre, hogy oké, csináljuk. Vagyok, ahol szeretnék nektek mesélni. Gyere! Nagyon ügyes! Annyira durva, hogy nagyon messze elment, de ott volt, aranyos volt, nem volt para, de haladjunk tovább, hogy még meséljek nektek. Vegyük a két dolgot. Az egyik az ár. Ez brutál drága, és emlékszem, hogy másfél-két évvel ezelőtt a GH5-nél is még agonizáltam, hogy én annyi pénzt el szeretnék-e költeni rá. Na most ehhez képest ez kb. Háromszor annyi, viszont itt bejött egy nagyon jó lehetőség, amiben olcsóbban meg tudom venni, nem sokkal, de pont annyi valami az én határküszöbömön van, és tudjátok, hogy én hiszek a jelekbe, akármennyire is hülyeségnek tűnik ez, mégpedig, hogy pont most valaki megveszi a GH5-öt, sőt, még az első kis kanonomat is el tudom adni, úgyhogy ezt így jelnek fogom fel, meg ugye belül ez a visszatérő érzés itt ugye jött, hogy a technológia kell, de azért ez egy drága tétel. Gondoltok, hogy csak az objektív drágább, mint maga ez a brutál váz. És nehéz is tartani, tehát most érzem, azért váltogatom amúgy így a kezembe, de akkor is megéri még így vlogolásra is. És a másik dolog az a flip out screen, hogy nem látom magam, de arra pedig ott van, egy nagyon jó kamera app van, megpróbálom megmutatni. Itt van, láthatom magamat benne, és az a jó, hogyha lerakom a kamerát, és tök messze megyek el, még akkor is itt van minden, és látok, meg így is, tehát mellé tudom rakni, lenézhetek, csekkolhatom a dolgokat, és talán még valahol praktikusabbnak is tűnik, hogy ez itt van. Ez nekem egy óriási lépés, szeretném technikailag, tudásilag és sztorikban is a legjobb minőséget átadni, ami a rendelkezésem rá, és megtehetem, és ha bár még csak 6500-an, 6700-an vagyunk itt, ami amúgy egy brutál szám, nyilván YouTube standardekben semmi, de ez is egy nagy dolog, és hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok, és megnézitek, és ezt csináljuk. És ahova megyek, ahogy említettem, decemberben, amit már Instán akár láthattok is, oda meg brutál minőséget szerettem volna rakni, úgyhogy
hosszú sztori röviden, volt előtte két vlog, ezt próbáltam rövidebben, remélem tetszettek a bírólok, Szirivel a helyről ajánlom ezt a helyet, meg azt is persze, hogy iratkozzatok fel, hogyha még nem találkoztunk, nyomjatok rá a csengőre, menjetek át Instagramra, de a legfontosabb, hogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!